terület egységes koncepció alapján való esztétikai megújítása a célja annak a pályázatnak, amelyet Óbuda Békésmegyer önkormányzata hirdetett meg. A pályázat keretében turista csalogató művészeti elemek is kerülhetnek a házfalakra, a pályázatra művészek jelentkezhettek. Arról, hogy a projektet mely kerületi épületekre írták ki, Lukács Házi Gergely, az Óbuda Békésmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. Kommunikációs igazgatója beszélt. Ez a Sarkadi Imre utca, illetve a Jós utca által közrezárt terület. Itt van talán a kerületben az utolsó olyan nagy egybefüggő lakótelepi rész, ahol még egyik épület sem újult meg energetikailag, és ennek megfelelően esztétikailag sem. És ezért erre a területre esett az önkormányzatnak a választása akkor, amikor úgy döntött, hogy színes kerület programjának keretein belül a homlokzat megújítás egy egységes koncepció mentén egy ötletpályázatot írt. De Lukács Házi Gergely hangsúlyozta a projekt kísérleti jellegét is. Ez egy kísérleti projekt, tehát tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy a pályázatnak a későbbi nyertese az biztosan le fogja tudni festeni, vagy illetve hogy az önkormányzat abban a kivitelben le tudja festeni ezeket az épületeket, hanem egyelőre csak arról beszélünk, hogy megvizsgáljuk, hogy tulajdonképpen akkor, hogyha ha készül egy ilyen egységes koncepció, akkor ahhoz mit szólnak az itt lakók, illetve hogy milyen módon lehet megvalósítani ennek a gyakorlatban való átültetését. A területen 6 sáv és egy pontház található. Megtartották a pályaművek bemutatóját is. Az előzetes szakmai zsűri 5 pályaművet választott ki. Massányi Katalin főépítész indokolta a döntésüket. Mindegyikben volt valamilyen csavar, valamilyen jobbofaság, valami különleges, ami nagyon elütött az eddigi tervektől. Igazából tényleg csak ezt az 5 pályaművet tudtuk úgy kiválasztani jó szívvel, hogy hát a 6. az billeget. De végül is ezt az ötöt ezt teljesen jó szívvel választottuk ki, és merjük vállalni, hogy ezek közül a lakosok választanak egyet. A pályaműveket az alkotók mutatták be, de azok elérhetők az Óbuda Békésmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. Honlapján is. A pályaművekre május 4-éig lehet a honlapon szavazni.